A Magyar Falu Program nyit lehetőséget arra, hogy a települések új gépjárművekre pályázhassanak, plusz pontot jelent a pályázatnál, ha cserébe felajánlják sajátjukat egy határon túli közösségnek. Ez történt Bátaapátiban is. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkártól nem egy kettes számú választókerületének országgyűlési képviselője elmondta, egyre több település él ezzel a lehetőséggel. A Magyar Falu Program egyik legközkedveltebb pályázata a kisbusz beszerzése. Általában a falugondoki szolgálatoknak a támogatására használják ezeket a kisbuszokat, az újakat, régieket is egyébként, de segítenek a gyermekszállításba, idősek eljutatását, oldják meg piacra, orvoshoz, patikába, társadalmi rendezvényekre, és egyesületi szinten is segíti egy-egy településnek az életét. Az én körzetemben eddig már 29 ilyen kisbusznak a beszerzése vált lehetővé a Magyar Falu Programból. Krahun Szilárd bátaapáti polgármestere és Sipos Ferenc a Magyar Lapádi Etnikai Kulturális Alapítvány elnöke látta el kézjegyével a szerződést, melynek értelmében a völcségi település falubusza az erdélyi civil szervezet tulajdonába kerül. A kapcsolat az államtitkár úrról keresztül kezdődött, és tavaly pályáztunk falugondoki buszra. Eddig az állása volt betöltve Bátaapátiban, tehát nem volt Bátaapátinak falugondoka, tehát megpályáztuk ezt a státuszt, falugondokunk lett, utána pedig egy buszra pályáztunk, államtitkár úr közrejárásával szerencsésen nyertünk ezen a pályázaton egy új falugondoki buszt, és a régit pedig úgy gondoltuk, hogy akkor azt egy erdélyi településen meg fogjuk ajándékozni, ahol ez a busz jó szolgálatot fog végezni, hiszen elsősorban gyerekeket fogja a kollégiumba szállítani, hazaszállítani, tehát ilyen közösségi célt fog szolgálni. Sipos Ferenc, a Magyar Lapádi Szervezet vezetője azt mondta, hihetetlen segítség az ajándék számukra, hiszen nagyon sok gyermek utaztatását kell megoldaniuk. Magyar Lapádon egy nagyon szerencsés helyzet alakult ki, ugyanis a Magyar Lapádi Református Egyházközség, az Etnika-Kulturális Alapítvány és a vállalkozói szféra közös erővel létrehoztunk egy szorványkollégiumot, ahol a környék gyerekeit kollégiumban szállásoljuk, enni adunk nekiek, tanítjuk, hogy a Magyar Lapádi magyar iskolának ne szűnjen meg a magyar jellege. Ezek a gyerekek olyan helyiségekből jöttek, ahol már nincs lehetőségük magyarul tanulni, és mi ezt felvállaltuk közös erővel, hogy ezt megtesszük, hogy ők magyarul tudjanak tanulni. Na most ez a kis busz nyilván, hogy nagyon hasznos lesz a kollégium számára, az egyházunk számára, és mondjuk a vállalkozóknak olyan esetekben, amikor kirándulni akarják vinni a munkásaikat, akik mondjuk egy tanulmányi útra mennek, vagy konferenciára valahol, vagy éppenséggel az egyház kórusa akar menni, fölépni, akkor szívesen adjuk, hogy menjenek, és ezeket a tevékenységeket meg tudják valósítani. Az autó átadása után tárgyalások kezdődtek a jövőbeni együttműködésről. Krahun Szilárd polgármester úgy fogalmazott, nincs messze a lehetősége a testvérvárosi szerződés aláírásának sem.